Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Horsebook csatornán. Mint láthatjátok, a Nemzeti Lovardában vagyunk, és ma benézhetünk abba, hogy mi történik a Talent programban. Gyertek! Én vagyok a Magyar Lovasport Szövetség főtitkára, és az egyike annak a kis csapatnak, aki kitalálta ezt a tehetségkutató programot, ami a lovasportokban most már 5. éve működik. Úgy hívjuk ezt a programot, hogy Talent Program. A Holland Lovasport Szövetség nyújtott segítséget ahhoz, hogy átvegyük ugyanazt a szisztémát, amit ők már hosszú évek óta működtetnek, nagyon sikeresen. Három olimpiai szakágnak a fiataljairól van szó. Hát olyan 10-12 éves kortól nagyjából válogatjuk ki a fiatalokat egy szelekciós vizsga folyamán, ami ősszel van minden évben, és a téli időszakban edzőtáborokban dolgoznak, és április végén van egy második vizsga, ahol értékeljük, hogy mennyit fejlődtek a tél során, és úgy maradnak bent a programba, vagy búcsúzunk el tőlük, de mindenkinek van esélye visszajönni, úgyhogy ha van egy másik lova, vagy sokat fejlődik a nyári versenyszezon során, akkor újra jelentkezhet, és ha tehetségesnek találjuk, akkor újra felvételt nyert. Amikor elkezdtük a programot, akkor hazai szakemberek segítségével edzettük a fiatalokat, egyéni és csoportos edzéseket kaptak, és láttuk, hogy milyen gyorsan fejlődnek, úgyhogy az elmúlt 2 évben már a díjlovasokhoz és a díjugratókhoz is külföldi edzőt hívunk. Johan Rox, aki egy nagyon jó nevű és eredményes díjlovas edző, ő jön Hollandiából a díjlovasokat segíteni, és John Ledigan Írországból, aki a díjugratókat edzi. My name is John Ledingham.
I am a former international rider. I competed with the Army Equitation School in Dublin for 25 years. Wow. So I started in my first Nations Cup in 1982 in Lucerne, and I rode on 65 Nations Cups for Ireland, also in 3 European Championships and 3 World Championships and Olympic Games in Seoul in 1988. So a long time competing internationally, and then I retired from competition, and I was second in command and chief instructor in the Army Equitation School for 2 years. And in that time we won many Nations Cups with young riders. And then I also took on the young riders in Ireland, the children on horses from 12 to 14, mm-hmm. the juniors under 18, and the young riders under 21. And I managed that program for 12 years. And in that time we won the European Championships with children, with juniors, and with young riders, and also individual medals. So as a coach, I really enjoyed working with young riders. And it's great to see young talent be able to pass on the experience that I've gained with my years in competition, and the standard is getting better and better. To the young riders, the big advice I would give is pick out an international rider that is a similar size and shape to yourself, because there's no point if you are 1 meter 45 picking Ludger Birbaum, who's 1 meter 75, because the difference in body and the difference in shape. So pick out somebody who's the same size and shape as you, watch how they ride, how they use the body, and how they train the horses, because that will really apply to you. Make it personal. I think the British and Irish, it depends. If you go back 30 years, the British were different in that they always added on the distance, and the Irish were a little bit the same. Add on the distance, not as strict as the British. The British always add it. When I came to Hungary first, and when I met the teams competing, they all had individual style. So all slightly different, independent. And now I think that the style has become classical European, or maybe classical worldwide. So if you watch McLean Ward ride, if you watch Marcus Enning, they're nearly the same. So if you watch Scott Brash in England, and Marcus, and McLean Ward, 3 different countries, 3 different, it's nearly the same. They have their individual style, because one is taller than the other, one is slightly stronger than the other, and depending on what horses they're riding. But in reality, the sport, because the horse has become, the horse is now a European bred horse. So the modern warm blood horse is a European, pan-European horse, and a lot more quality than he had 25 years ago. A lot more blood, a lot more scope, and as a result also very sensitive. Equally, because of the horses being of better quality, the course design has changed. So the course design is, it's more technical, it's bigger, it's lighter, it's faster, the time allowed is, so the sport is in a very good place to watch, to enjoy, and to compete.
Köszönjük, hogy végignézted ezt a videót is, hiszen a végére értünk. Remélem, hogy tetszett, hogy hogy néz ki belőle a Talent program. Jövő héten készülünk egy kérdezfelelekkel, úgyhogy kommentbe támadjatok le minket minden kérdéssel, amit csak szeretnétek kérdezni. Ne felejtsétek el, hogy most szerdán fog véget érni a nyereményjáték a Facebook, illetve az Instagram oldalunkon, és szeretném megjegyezni, hogyha ki lesz választva a nyertes, csak akkor lesz hivatalosan a nyertes, hogy minden feltételnek megfelelt. Szóval, hogyha nem lájkoltátok a Horslix oldalát, akkor kérlek tegyétek meg, hogyha nem válaszoltatok a kérdésre, akkor, akkor válaszoljatok, és hogyha nem jelöltél meg ismerőst a poszt alatt, akkor azt se felejtsétek el, különben nem lesz érvényes a jelentkezésetek. Egy hét múlva találkozunk!